Sziasztok, Black Widow vagyok, és ez itt a The Dream Machine második része. Az előző részben beleláttam ebbe az érdekes kis point-and-click-es gyurma játékba. Ugye a karakterünk az Alisha Neff és a párja Viktor Neff. Ide költöztek valahonnan, ez egy ilyen vadi új lakás, és akkor még nem költöztek be teljesen, és ugye azzal ért véget, hogy én most el kell mennem megkeresni a költöztetőket, hogy mégis hol van a többi cucc. Csak olyan mellett. Hát arra nem lehet menni úgyse. Lehet beszélni a szomszédokkal is? Egy percet édes, mindjárt beszéljünk. Igen. Az én Viktor Neff, és a mis mostába költöztünk ide a feleségemmel. Ez egy üdvözletem. A nevem Eddie Jones. És akkor ő is ilyen takarító, de hát már vele találkoztunk, nem? Ez egy csak egyedül él, ő is a emlékezete. Micsoda? Volt egy férje? Ezt nem értem, hogy... nem mindegy. Szóval akkor... Azt mondtad, hogy a neved Viktor Neff, mint a színésznek. Azt mondja, hogy ez egy rendes fickó vagyok, meg hogy azt hitte, hogy én vagyok valami híres színész. De... És mondta, hogy azért rendesebb vagyok, mint Mr. Morton, aki ugye a pász takarítója. Én azt hittem mondjuk, hogy ő az, mert ugye hasonlít Mortonra. Szerintem nem kedveli. Ki akarta lakoltatni, amit meghalt az apja. Azt mondja, hogy a takarító már évek óta dolgozik, és még az apja is takarító volt, de úgy látszik, nem esett messze az alma fájától. És ha megbocsátok, akkor most el kell mennie, mert dolga van, és hívjam csak Eddie-nek. És itt ki van? Ja? Itt lakok én? Jó van. Szerintem zárva van. Akkor hívjuk a liftet. Azt mondja, ez elő szokott fordulni.
Ezt néha be szokott ragadni. Szóval ad nekem egy kis vajat, hogy megkönnyítse a dolgom. Szóval remélem, hogy nem... Megkérdeztem tőle, hogy remélem, hogy nem zavarok. Szóval az apartmanok eléggé lenyűgözőek, de ez a ház eléggé... Eléggé ijesztő. Jaj. Szóval... szóval indián temetőre épült az egész ház. Hát általában, ha sok filmet is néztünk, horrorfilmet, akkor ugye tudjuk, hogy ebből mi következik. Jaj, csak poénok szánt. Nagy csak poénkodok. Akkor ide kell nekem valami... De most nem adja, nem adta ide a vajat? Babaolaj. Akkor az kéne ide. Még meg jó, hogy felvettem. Az, hogy lemegyek a pincébe, kell kulcs. Sose vagyok a második szinten. Hát akkor megyek a... Itt vagyok, Mr. Neff, hogyha kell valami, akkor itt nem beszélünk. Jó, és itt van Morton. Szükséged van bármire? Az ők nagyapja építette ezt a házat. A... hát... 18... 19. század felénél. Generációra generációra száz. Ő az utolsó sorba. Van valami más, amiben segíthettek? Szóval az apja a kutatási célra használta ezeket a... és ezt a házat. Még itt, hát mondani, egy kórház is volt ez egyben. Itt látták el a betegeket. Szóval a legfelső szinten van majd szomszéd, Miss Fed, hát ezeket a neveket inkább szerintem nem fog megjegyezni. És az a csávó, hát rokkant. Az eléggé szarom, úgyhogy felmegy a harmadik emeletre és rokkant, még jó, hogy van lift. Missed az meg egy ápoló az ebélyi kórházba. Szóval ritkán látom, mert mostában inkább alszik. És a szomszédom meg Mrs. Jones. Szóval látszik rajta, hogy egyre öregszik. Jó, köszönöm Morton, Orton, Dorton. Ó, és itt a... És meg lehet nézni, hogy E. Jones, Morton. És melyik az én postaládám? Azért nem, ott sincs. Szóval te vagy Viktor Neff,
Igen. Lehoztuk a... Mi az a... kanapé, igen. Szóval csak alá kell írnod, aztán megyünk is. De hát el van zárva a bejárat. Hát gondolnod kellett volna a méretére, mikor idehozottad. Ezünk hát... általában ez egy gyakori hiba. Sos olyan kéne annak is szedtem. Ez lett troll. Az, hogy a szerződésben úgy van, hogy ajtótól ajtóig szállítanak. De mivel ez is egy ajtónak számít, ezért úgy gondolta, hogy jól hozott. Azt a trehány fajtádat. De még így, persze, hát mégis. Big guy like you, hát. This job is well done. Hát, te mondod, azt most azt honnan szedjem ki? Kimenni akkor én nem is fog tudni. Hát... jó, azt mondja, hogy ő addig itt lesz. Még nem tudom eltávolítani a szópát. Na így segítsél meg, bazd meg bevinni a valósra, meg hol tűnt? Mert folyik a víz. Mit csinál? Mi? Szóval van valaki az ajtónk előtt? Mint hogyha valaki egy... mi ez? Gyilkossági novellát, hogy... egy krimit írt volna. Pontosan. Meg kell már nézni, hogy mi van ott a padló alatt olyan. Ő meg terhes. Szóval egy hajón volt, éppen itt a koktélját, mikor hallta, hogy van víz csobog. És hallta, hogy a víz jön felé. Vízre álmodni szerintem elég gyakori, ahogy olvastam. Úristen! Szóval azt mondta, hogy ilyet akarta az alsó részét, és hirtelen, mint amikor kibontak pezsgőt, olyan hang járta át, és mikor lenézett, látta, hogy kibújtjon a lába alól a takarító.
Hát az aztán rémálom. És ezután meg felkelt. Hát, érdekes. Most nem kéne elárulnom neki, hogy költöztetőkkel mi van? Ti azt kérdezte. Most akkor... Ennek akkor nézzük már meg, hogy mi van a harmadik emeleten. Beszéljünk a többi lakóval. Csüng-csüng. Jó, szerintem ő az, aki alszik, a nővérke. Ez meg a Kripli lenne, de látszik, ő is alszik. Most akkor merre kéne mennem? Lehet, hogy Mortonnak kéne beszélni. Mi néz ki úgy az a kulcs, mint hogy adaszartak volna? Akkor most elárulom neki, hogy a feleségem róla álmodott, de inkább nem részletezne, hogy miért. Főleg ilyen terhesség is, terhességes álmok. Szóval nem tud segíteni abba, hogy eltávolítsuk a... Ez ott nyugodtan kávézik. Általában a szomszédomot megkérhetem. Alisa segít. És túl idős hozzá. Akkor Alisát kéne meg ki más tudnék, akkor így. De mondjuk egy terhes nőt kérjek meg. De ez milyen már, hogy... Hát akkor ő se segít, de akkor most mit kell csinálni? Hát nem segít senki. Egyedül a takarító tudna segíteni, de mondjuk... Úgy is kaptam egy levelet, ez... Tényleg ez a pajszerral... Megfenyíthatom legalább, hogy milyen ott a deszka alatt. Nem is fémből volt az a pajszer. Mi szar ez egy bomba? Régetettem be.
kiégett a biztosíték. Nem tudom, hogy ez jó volt-e. És ezt szerintem meg kell mutatni Mortonnak. De azért Alisával is beszélek, hogy hát tud mondani le valamit. Azt hittem, hogy már... Valami kell akkor oda a biztosíték helyére. Egyszerűbb, hogyha Hortonnal beszélek. Hogyha már a gondok, szerintem neki biztos van biztosíték. De ki tudja, ugye. Azt mondja, hogy van hozzá alkatrésze, majd holnap beszereli, és mondta, hogy az egy termosztát, tehát a hőt kezeli a szobámban, de nem is értem, nem is úgy kéne kinézni egy termosztátnak, kezdjük azzal. Az milyen személyt dolog már úgy, hogy inkább ott kávézgat, mint hogy segíteni, nehogy. Inkább, de komolyt a magyarok mentalitás, hogy inkább szarik bele, csak ne kelljen dolgozni. És akkor most felhívom Dixon és fiát, hogy az ilyen segítő a költöztetésben. Mondja, hogy én béretem fel az emberét arra, hogy a költöztetésre, csak hát ugye miben segíthetek. Hát a hülye költöztetőm. De honnan tudja, neveltem, ugye? A költöztető a cég magát. De rossz. Ez kedves. Szóval, ugye ez a csáv adta meg, hogy hívjam fel a... Hát az ilyen... és mondja segítőt, és ő maga is a segítő. Hát, tehát így is úgy is itt fog ragadni. Utána kellett nézni, mert egyszerűen nem tudtam, hogy most merre kell menni, hogy mit kell csinálni. Úgyhogy ez kell ide. És az mit csinál? Valaki megfigyelt minket? Ez egy kamera. Mr. Morton a pervers disznó. Hmm.
Nem tudom, hogy kit gyanúsítsak, de hát... Nekem Mr. Morton a gyanús. Főleg ugye, hogy neki van minden lakáshoz kulcsa. Szóval csak beszélni fogok vele, kiverem bele a szart. Remélek és bebiztosítom, hogy ne pusztítson semmi fajta bizonyítékot. Szerintem ez a jó döntés. Felhív a rendőrséget. Aztán Morton pervers disznó. Szóval így, azt megkérték, hogy tartsa. Hát akkor én beszélek addig Mortonnal, hogy mégis mi a fasz képzelt magáról. De is lehet, hogy nem ő volt. Ki tudja. Itt ez meg eltűnt. Rájött biztos, hogy lebukott. Egy gramofont látta a kulcsokon keresztül. Az érdekes zene szól a túloldalon. Mr. Morton rájött, hogy lebukott. Te nem segíteni esetleg? Ezt kérdezi, hogy valahogy átjutott innen ezen Mr. Morton? Hogyan juthatná át? Mondjuk az egy hülye kérdés. De akkor ő nem látott semmit. Akkor... Nézzük meg a harmadik szintet, hogy hát már kijöttek a szomszédok. Ez a Mr. Morton nekem nagyon gyanús. Senki. Amit kellene csinálni az a kulcsokkal. Sőt, ide bekapolok hátra. Hát, ha a szomszéd tud valamit. Amiből ki nem nézném, hogy egy nő. Azt hiszed, hogy Mr. Morton van mögötte, igaz? De közben mindvégig én voltam. És tudtam, hogy van valami gond vele. A felségem éppen hívja a rendőrséget. Azt mi akkor, hogyha Mr. Morton és a, ez a szállító cég így együttműködik, és direkt el, hogy szándékosan blokkolta el a bejáratot. Szóval majd ő is körbenéz a szobájába, hogy hátra talál valamit. Még mindig beszél velük? Néztem, hogy ki lehet szedni ezt a válfát. Ezzel csak lehet valamit kezdeni. Azt nem tudom, hogy miért csinálom itt zene a játékban. Ja? Kikapcsoltam a zenét. Én hülye. Még itt sem volt olyan sok zene. És akkor szerintem ezzel a Wildfire-val...
Aha, ki tudom szedni a kulcsot. Na, Mr. Morton. Jó, ez volt a végé akkor a chapter 1-nek. Mr. Morton, tudom, hogy itt vagy. Megtaláltuk a kamerádat és a feleségem hívja a rendőrséget. Itt lesznek bármi percben. És akkor ez már a chapter 2. Nem tartott sokáig akkor. Hát kíváncsi vagyok, hogy mégis mi lesz Mr. Mortonnal, hogy még hogy miért ilyen pervers disznó, hogy ilyen kamerákat szeret be a szobába. De lehet, hogy nem is ő volt, az ki tudja. Úgyhogy nem fogom folytatni majd a következő részben. Akinek tetszett a videó, az nyomj egy lájkot, iratkozzon fel, és találkozunk a következő részben. Addig, sziasztok!